Percy nem akart fölvérrel, nem tudok beszélni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy olyat fogunk játszani, hogy megpróbálom elmondani a Percy Jackson sorozatkönyveit és az Olympus Hősei sorozatkönyveit 10 szóban. Részenként. Egy ilyet egyszer Emmával csináltunk a Harry Potterből. Az valószínűleg viccesebb, mert ahhoz Emma találta ki az összefoglalókat, és ő ebbe jobb. De mindegy, most én is megpróbáltam, úgyhogy nézzük először a Percy Jackson könyvekkel, hogy ez hogy is néz ki. Vagyis, hogy én hogyan foglalnám őket össze 10 szóban, utána pedig az Olympus Hősei sorozatot is. Ez a videó lehet spoilereket tartalmaz, hogyha valaki nem olvasta bizonyos részeit a sorozatnak, a két sorozatnak. Kezdjük! Első, a Percy Jackson és az Olympus sziak első része a villámtolvaj. Percy nem akart Felver lenni, de erről senki nem kérdezte. A szörnyek tengere. Percy tengeri malaccá változtatják, és ez a legjobb jelenet a könyvben. Percy Jackson és az Olympus sziak a titánátka. Ebben van az ikonikus poén, ami igazából nem is vicces. Negyedik rész, csata a labirintusban. Csatáznak a labirintusban, mégis mit gondoltál, mi fog történni benne? Az ötödik rész, ebből egy jelenetet emelnék ki igazából, ami miatt az az összefoglalom, ami mégpedig az, hogy apám nem értékelné, ha a mi autónkon landolna egy Pegasus. Ez volt akkor a Percy Jackson sorozat, és nézzük az Olympus Hősei sorozatot. Az első rész az Olympus Hősei sorozatban az elveszett hős, Percy eltűnt, és egyáltalán nem érdekel más ebből a könyvből. Második rész a Neptune fia, semmi pánik, Percy megvan, csak nem emlékszik semmire Annabeth-en kívül. Harmadik rész Athéné jele, a végén lévő cliffhanger traumatizálta az egész fandomot egy életre. Negyedik rész a kedvencem a Hádész háza. Nikónak egy nagy ölelése van szüksége, és őszintén nekem is. Végül pedig az Olympus vére, amire igazából kettő lehetséges 10 szavas összefoglalót találtam. Az egyik az az, hogy komolyan nem kaptunk egy Annabeth és vagy Percy nézőpontot sem. Ennek az alternatívája pedig az, hogy és mind boldogan éltek, persze elhitted, hogy itt vége lesz. Úgyhogy ez lett volna az Olympus Hősei sorozat. Hát én valahogy így tudnám összefoglalni ezeket a könyveket 10 szóban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!